Nem csak a főpolgármestert nem találjuk, hanem úgy általában magunkat és a mi életünket meghatározó problémákat sem a politikában. Évek óta nézzük, hogyan üresedik ki a politika. A Fidesz gőzerővel helyezkedik szemben mindennel, ami közérdek, az ellenzék pedig még arra is egyre kevésbé alkalmas, hogy saját hangja, saját ügyei legyenek. Alapvetően erről fog szólni majd a mai adás. Fogadjátok szeretettel első vendégemet, Kálmán Olgát. Köszöntünk a stúdióban, köszöntünk a műsorban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Így látva ezt a heti termést, hiányzik? Igen. Komolyan? Hát, hogyne. Mit tudnál kezdeni vele szerinted? Beszélni, kérdezni. Hát annyi hír van, annyi esemény van, hát tehát lehet lubickolni a hírekben. Ugye ennek a heti adásnak alapvetően az a téma, hogy azt próbáljuk körbejárni, hogy miért üresedett ki ennyire az ellenzéki politizálás. Mert az, hogy a kormányoldal mit csinál, az egy adottság, de ehhez képest, hogy mi az az ellenzéki narratíva, stratégia, ami alapján lehetne esetleg tényleg ellenerőt képezni. Te magad hogy tapasztaltad abban az időszakban, amikor még akár a Hír TV-nél, akár az ATV-nél voltál? Volt-e ennek akkor már mutatkozó jele, és igen, hova datálod ezt, mikortól indult el az a fajta napról napra élés a politikai kommunikációjában az ellenzéknek, ami az én megítélésem szerint mostanra totálisan dominálja a közéletet? Akkor, amikor még kormányon voltak. Tehát mesélj erről! 2010 előtt. Azt mondtad, hogy a kormánypolitika az adott, az van, de nem független az ellenzéki kiüresedett politika attól, hogy mit csinál a kormányoldal. A maga nemében, a maga céljai érdekében egészen zseniálisan csűri, csavarja a közéleti tematizálást, a hírek, az etetést, a híreknek a betáplálását. Egész egyszerűen ebből a csapdahelyzetből sok rosszat el lehet, és divat is sok rosszat elmondani az ellenzéki pártokról, de ebből a ördögi körből hát iszonyú nehéz kitörni, kilépni és jót cselekedni, mert hogy valóban egy körrel veszik, vagy kerítette be az ellenzéki politikusokat a Fidesz a kommunikáció szintjén. Ez ugye a jelen, mondjuk 2010 előtt, de amikor rávágtam a választ, hogy ez már akkor kezdődött, amikor kormányon voltak, akkor ugye nem ellenzéki politikáról beszélünk, hanem kormányzatiról, na de akkor is a Fidesz tematizálta már a közéletet, 2010 előtt is. Egész egyszerűen a... De miért volt erősebb a tematizációs képessége, mint egyébként egy kormányon lévő pártnak? Szerintem egész egyszerűen ügyesebben tematizálják a közéletet. De ezt hogy lehet lérni ezt az ügyességet? Ez mik az elemei, amik szerinted hiányoznak? Az ügyesség az ugye nem mindig pozitív előjelű, tehát hogy nem arról beszélünk, hogy csak jókat cselekszik az, aki folyamatosan a hírek középpontjába kerül. Hát egész egyszerűen tudják azt, hogy mivel lehet az embereket megfogni. Akár az ellenség kép kereséssel és megtalálással, akár a választáshoz közeledve egy-egy olyan morzsa hintésével, ami egész biztos, hogy tömegeket fog megmozgatni. És ezek nem álhírek, nem álintézkedések, hanem egyszerűen a Fidesz ért a népnyelvén, az ellenzéki politikusok közül pedig nagyon-nagyon keveset tudnék mondani, hogy ki az, aki ért a népnyelvén. És a népnyelvét ne úgy értsük, hogy tudja azt mondani, hogy hello Röfi. Tehát nem ez a népnyelve, hanem a népnyelve az, hogy mik a hétköznapi problémáink. És ezzel megint nem állítom azt, hogy a Fidesz a hétköznapi problémáinkra választ ad és azokat megoldja, de legalább elénk tárja, azzal foglalkozik, vagy azt a látszatot kelti, hogy azzal foglalkozik. Mikor volt szinte 2010 után olyan pillanat az ellenzéknek, amikor esetleg tényleg azt lehetett látni, hogy stratégikusan nem napról napra, hanem akár heteken, hónapokon átívelően próbálnak építeni egy ügyet, és vagy a társadalmi támogatottság hiányában nem működött, vagy a média volt kellőképpen, nem tudom, hogy tudatlan ennek a kezelésével. Tehát hol érezted azt, hogy esetleg mi vagyunk azok, akik elmulasztottunk mellé állni egy ellenzéki kezdeményezésnek? Nem, már nem tudnék ilyen pontot mondani, mert szerintem rengeteg volt. Tehát rengeteg volt, ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy össznépi bűn, tehát hogy mindenki vétkesebbet, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak a politikusok, csak a média, csak a Fidesz, csak ez, tehát hogy ez egy összjáték, tehát mindenki kivette belőle a részét. Igazából, ha belegondolsz, normális esetben akkor, amikor, és most időrendben a jelenből indulok visszafele, tehát akkor, amikor Magyarországon egy szívkórházból elbocsátják azt a szívsebészt, aki konkrétan egyedül van, abban a kórházban biztos, de valószínű az országban is párját ritkítja. Tehát egyedül van annak a tudásnak a birtokában, amely tudással életeket menthet.
És ugye konkrétan tudjuk, hogy egy haláleset már történt, van két olyan beteg bizton, aki nagyon sürgős beavatkozásra vár, és ki tudja még hányan vannak, akikről nem tudunk. Tehát, hogy egy ilyen esetben a szolidaritás az, hogy ez már emberéletet követelt, egy teljesen zavaros hátterű elbocsátás, hogy ez sem hoz már tömegeket az utcára. És ha belegondolok, hogy milyen iszonyúan szomorú, hogy mi az, ami tömegeket tudott megmozgatni, az 5 forintos letöltési internetadó, ezzel nem jelentéktelenítem, mert ugye az is többről szólt, mint a fizetendő költségről, vagy a 300 forintos kórházi napi díj, vízidíj. Tehát, hogyha... Nem az volt, hogy az nagyon kicsiben átélhető, és így rámutat egy rendszer problémára? Tehát, hogy nem azért volt alacsony a belépési küszöb? És akkor itt már vissza is jutunk, hogy visszaértünk ahhoz, amit mondtam, hogy a Fidesz ért a nép nyelvén. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy jogállamiság, igazságszolgáltatás, egészségügy, még egy ilyen szívszorító történet is, hogy valaki meghalt, még ez se érint meg tömegeket, mert nem az én hozzátartozom volt, én nem vagyok szívbeteg, ez nem az én orvosom volt, maximum azt mondom, hogy úristen, hol tart az ország. De amikor tudom azt, hogy majd az én zsebemből is kivesznek 5 forintot, vagy én is, hogyha megyek a házi orvoshoz, 300 forintot fogok, akkor ez pontosan tudja a Fidesz, hogy ezzel meg lehet tömegeket szólítani, mert ennek mindenki érintetje. Erre térjünk is el mindjárt, azzal úgy akarom átkötni a dolgot, hogy amikor készültünk arra az interjú, amit most zajlik, ugye mindig ki szoktuk írni, hogy mi a téma. És igazából hozzá nem írtunk egy Kálmán Olga, hiszen te tényleg egy intézménye vagy ennek az országnak. És a az téma. Elmúlt, a téma Kálmán Olga, és egyben a prezentátor is. De hogy tényleg az elmúlt 10 évben az a fajta tematizációs potenciál, amivel te rendelkeztél, az egyedülálló a magyar médiapiacon. Politikai értelemben mindenképpen. És hogy te hogy érezted? Én azt láttam, hogy... Mivel a pártok tagsága, társadalmi beágyazottsága rendkívül alacsony, ezért nyilván a média szereplés értéke rendkívül felértékelődik. Éppen ezért hatalmas jelentőség van annak, hogy ki jut be hozzád, két interjú volt és kit kérdezel. Hogy látod, hogy ez a fajta bizalmi tőke, vagy ez a fajta hatalmi helyzet, ami neked a rendelkezésedre áll, ez hogyan változott 2010 után? Most az a kérdés, hogy 2010 után rang volt-e még bejutni Kálmán Olga műsorára? Nem, hogy látod, hogy nem csak arról van szó, hogy tudósítasz az ellenzéki fejleményekről, hanem konkrétan akár befolyásolni is tudod azt, hogy mi az, amiről az ellenzék politizál, diskurál. Hát nem én befolyásolom, hanem aki főműsor időben egy országos televízió csatorna politikai hírháttér műsorába bekerül, mert behívják, akkor ő onnantól kezdve ezzel a szereplésével nagyon sokat érhet el. Hát lehetőséget kap. És hogy akkor most a legelső kérdése visszakanyarodva, hogy mikor kezdődött ez a setes utapolitizálás, és akkor még finoman fogalmaztam, hát én az előző munkahelyemnél is már azzal killottam, hogy voltak ügyek, voltak témák, hírek, és ezekhez kerestünk szereplőket. Tehát nem az volt, hogy a bőség zavara, hogy fú, pezseg, nyüzsög az ellenzék, mondjuk ha 2010 utáni időszakról beszélünk, és karolja fel az ügyeket, és nem tudunk választani, hogy most melyik párt politikusát hívjuk, mert jobbnál jobb nyilatkozók vannak a nap folyamán, és vigyük az ügyet, hanem tudtuk azt, hogy ma van a nem tudom micsoda, amivel szeretnénk foglalkozni, és néztük, hogy senki meg nem szólal, senki nem karolta fel. És ezzel nem árulok el olyan nagy kulisszatitkot, vagy nem dobok ki senkit a placra, de az nem hébe-hóba, hanem napi szinten fordult elő az elmúlt legalább 10 évben, hogy mi szóltunk a pártok sajtóosztályainak, hogy este nagyon szeretnénk foglalkozni a Margit híd felújításával, a kórházi elbocsátással, az orvos elvándorlással, a kórházi fertőzéssel, a felsőoktatással, nem? Tehát mi mondtuk azt, hogy hiszen pezseg a téma, hogy legyenek szívesek, ők is csináljanak valamit, hogy estére legyen megszólaló ebben az ügyben. És akkor mi próbáltunk sakkozni, hogy tegnap ennek a pártnak szóltunk, akkor ma szóljunk a másik párt sajtóosztályának, hogy legyenek szívesek rámozdulni, mert kéne ezt az ügyet vinni. Általában itt hány ember döntött arról, hogy ki az esti vendégek? Mi alapján dőltek el ezek a kérdések? Én. Te voltál egyedül. Hm. És hány szerkesztő dolgozott talán, ezt lehet tudni? Hát én biztos tudom. Nem neveket akarok kérdezni, csak hogy lányjából legyen képünk arról, hogy mekkora stábbal számolt. Mekkora stábbal? Hát ketten. Tehát, hogy minden nap ketten voltunk, a felelős szerkesztőm és én, reggel legkésőbb 9-kor elkezdtük megtervezni, megálmodni a napunkat, de hát ugye ez azt feltételezte, hogy 9-re már mind a ketten a hírek és azon, hogy várható események birtokában voltunk. Ja, tehát mindent átolvastunk, és akkor én mondtam, mit szeretnék, szerkesztő mondta, ő is mit látott, mit szeretne, és akkor elindítottuk a napot, tehát a felelős szerkesztőm elkezdte hívogatni.
És akkor mindig a Hír TV-be és a TV-be is a felelős szerkesztő, tehát ketten vittünk egy napot. Egyébként két felelős szerkesztő volt, és heti váltásban, tehát ez egy hétig egy, következő hét a másik. És akkor volt egy segédszerkesztő, aki a technikai dolgokat bonyolította, hogy a headline-ok megvágása, a köztesek megvágása és itt van. Én azt gondolom, hogy itt már önmagában ez is szimptomatikus, vagy ez is egyfajta ilyen problémája lett a médiának, hogy ennyire alul a stáb ilyen kis létszámban kell, hogy tudjon működni. Magyarország egyik legnagyobb hírértékű műsorában. Igazából igen, tehát hogyha bárki rákérdezett, hogy hányan volt, tehát volt, még ATV-s időszakomban volt olyan nagy nevű tévés kolléga, aki mondjuk 80 fő stábbal csinált egy esti műsort ott az ATV-ben. 80, nem 8, hanem 80. Én akkor is egy emberrel dolgoztam. Tehát összességében kettővel, napi szinten kettővel. Szóval, hogy nem ezen múlik. Tehát nekem nem gyűjtöttek háttéranyagokat, nekem nem volt, nem tudom, politikai tanácsadó tömkelege a munkahelyemen, akik segítettek volna. Hát azért vagyok ott, hát... De nem is éreztem, tehát azért nem vágytam még 15 emberre, mert minek? Tehát, hogy nem ez volt a célom, hogy ettől leszek majd jó műsorvezető, minél nagyobb számú a szerkesztőségem. Nem lett volna enyém a műsor, hogyha ha mondjuk reggel 6-tól nem ebben élek. Hogy akkor mi a hír, mi az ügy, mit kéne ezzel kapcsolatban kibontani, kit kéne hozzáhívni, hogyha ma nem sikerült, akkor folytassuk holnap, akkor holnap hát, ha bejön az a vendég, akit szeretnénk. Én csak azt gondolom, hogy azért lehet esetleg jelentőségenek, hogy mekkora a stáb, mert hogy mennyire darál be a napi rutin. Tehát, hogy van-e időt hátrébb lépni, olvasni, tájékozódni más körökből is, mint ami egyébként napi szinten a politikai pártok meg a megszólók részéről így rendelkezésedre áll. Tehát, hogy én csak azt gondolom, hogy azért te hetente négyszer esti műsort csinálta, volt ötször is. Na jó, de hát ez már... Nem. Hát azért az elmúlt 25 évből, a Marcikám most már 10 éves, akkor 15 év az heti 7 volt. Aha. Tehát nem ritkán, vagy néha, mindig. Tehát de az törvényszerűen a kiégéshez vezet. De nem tudom, én ezt nem éreztem. Nem? Komolyan? Isten bizony. Tehát soha nem érezted azt, hogy ezeket már annyiszor hallottam, új vendégeket szeretnék látni, jó, ez új a törekvés, szempontokat szeretnék felvetni. Ez a törekvés mindig volt, hogy szeretnénk új embereket is és új arcokat bejáratni, elsősorban a nézők kedvére, hogy az legyen, hogy hetente kétszer biztos, hogy ugyanazt az arcot látja, ha bekapcsolja a tévét. De én azért nem tudtam ráunni soha, mert lehet, hogy az a vendég már előző héten is szerepelt, aztán azt megelőző években meg 1526-szor, mert hogy az ügy volt mindig más, és én nem, tehát hogyha ez egy ilyen mély interjús beszélgetés lett volna, amikor megkérdeztem, hogy mindig színész szerettél volna lenni, és apád mit szólt, amikor megtudta, hogy nem orvos lett, tehát hogyha ilyen interjúkat készítettem volna, akkor nyilván 5-5-szörre már mit kérdezek tőle, mindent tudok az apjáról, anyjáról, életéről. De hogy ezek nem úgy mély interjúk voltak, hogy nem a szereplő volt a fontos, hanem az ügy volt, a hír volt a fontos. Most az meg képtelenség, hogy mindig ugyanaz legyen a kérdés, mert hogy nem ugyanaz volt az ügy. Ha ugyanaz is volt az ügy, hát a jövő héten vagy két hét múlva már valamit fejlődött tovább, lett valami hozadéka. Ugye az én közéleti megjelenésem egyébként az nagyban köszönhető azoknak a műsoridőknek is, amit tőled kaptam. 2012. októberében vagy szeptemberében volt. Hát akkor mástól, még nem is nagyon kaptál, csak tőlem. Igen, senki mástól. És hogy ebből a szempontból nyilván az, hogy nekem lett valami fajta közéleti jelentőségem, hogyha ez nem túlzó állítás, az nagyrészt annak köszönhető, hogy elmehettem abban a műsorba, és beszélhettem azokról a kérdésekről, amikkel foglalkoztam akkoriban. És már ez akkor egy nagyon fontos ilyen feszültségpont volt civilek versus pártok között, hogy most akkor a civilek kiszipolyozzák valójában a pártok erről az érdeklődést, vagy éppenséggel hitelesítik őket, hogy van ebben a... Ez milyen hülyeség? Tehát érdeklődést kiszipolyozni? Hát legyél te is érdekes, és akkor rád figyelnek. Tehát azzal kell foglalkozni, hogy milyen jó szerepelt, és ellopta előlem a sót. Akkor legyek én is nagyon jó, szerepeljek jól. Annyiban én érzek ebben, vagy én a magamra vonatkoztatva annyiban egyébként jogosnak érzem ezt a kritikát, hogy például mondjuk azoknak a pártoknak, amelyek egyébként napi szinten próbálnak tematizálni, és van a második, harmadvonalában olyan ember, aki alkalmas arra mondjuk, hogy előrébb tudjon törni, de nincsen média felület, nincsen olyan helyzet, ahol tudnának igazából fordulni, tagság sem nagyon van, aki előtt tudnának egyébként valami fajta elismerésre szert tenni. Ott egy-egy ilyen jobban szerepelni képes, agilisebb vagy attraktívabb figura, most mondjuk én vagy bárki más, hogy akit ebbe a kategóriába le tudunk szuszakolni, az nyilván el tudja happolni ezt az érdeklődést. És az azért probléma, mert az én irántam megmutatkozó érdeklődésből nem lesz politikai hatalom, nem lesznek belőle szavazatok. Jó, de senki nem tiltja meg senkinek, hogy ugyanolyan jól szerepeljen, mint mondjuk te, ugyanilyen szófordulatokkal összeszedetten ugyanúgy tudja eladni a sót, a témát, mint ahogy ezt te adott esetben, tehát hogy ez nincs megtiltva. Uh-huh. Tehát
A politikai pálya az egy szereplés. Tehát nem színjáték, de egy szereplés. Folyamatosan emberek elé, közvélemény elé állok, és eléjük tárok dolgokat, ügyeket. De azt, most itt a bejegyzés, én nekem nem volt meg ez a tortás-gyertyás történet, de tényleg, tehát hogyha abban az egész pártban nincs egy ember, aki nem tűzijátékot tűz arra a tortára, hogy tessék Zsolti, fújd el. Tehát, hogy killodj vele egy fél órát, mire elfújod a tűzijátékot. Tehát, miközben bejelentőjük, hogy most elfújjuk egy gyertyát. Tehát, ezek olyan apró dolgok, egyébként nem ettől lesz, nem tudom, Budapest jó, vagy a hármas metró hamarabb kész. Tehát igazából a belegondolás nem számít. De ilyenekből 225 ezeret tudsz felsorolni, amelyik apróságok, de hogyha valaki arra készül, hogy most kiállok az emberek elé, akiket én képviselek, és nekik valamit előadok, például, hogy itt van Budapest születésnapja, és van egy tortám, és elfogok egy gyertya, akkor legyen rajta egy gyertya. Mondom, ettől nem lesz jobb az életünk, de hogy ilyen apróságokon múlik. Ugye azzal kezdtem, hogy te intézmény vagy, ez az intézmény az jelenleg nincsen a magyar média piacon, vagy hát egy ilyen... Itt vagy, de hogy ilyen vagy ott a képernyőkön, ott voltál nagyon sokáig. Hogy értéked, volt már alkalmad egyébként végig gondolni mondjuk ezt az elmúlt 10 évet, amit főként így meghatározóan töltöttél a nyilvánosság előtt, milyennek az összegzése? Látod azt, hogy, vagy van-e esetleg olyan rész, amire azt mondod, hogy az biztos, hogy ma már másképp csinálnám? Hát én nem csináltam még ilyen összegzést magamban, miért csinálnék? Tehát teszem a dolgomat, hogy most ez miért volt így, vagy miért alakult, nem, erre nem szoktam, hogy a múlton töprengő lenni, az nem visz előre. De elemezi a magad tevékenységét, vagy azokat? Hát az nyilván persze, hát az ember elemzi napi szinten a saját maga tevékenységet. Külsően, aki ennyire az napnak él, hogy aznap adás, aznap hírek, aznap, tehát mindig a napnak. Olyan furcsa, hogy például nekem nagyon-nagyon régóta nincsen órám. Igazából sose volt, de mondjuk ez egy Cortázar novellának köszönhető, amikor én elhatároztam, hogy nekem soha nem kell óra. Közben az egész életemet nem a napok, napszakok vagy órákban, hanem a másodpercekben élem. Tehát, hogy én tudok másodpercre időre beszélni, nekem mindig másodpercbe kellett tartanom, hogy hol van reklám, hol van híradó, mikor kezdődik az adás. Amikor forgatóriporter voltam, akkor meg gyakorlatilag frémekbe gondolkodott az ember, tehát, hogy annyira a másodpercek és percek pontosságával kellett az anyagokat megvágni. De nekem ehhez nem kell óra. Tehát, hogy annyira itt vagyok a jelenben, így élem az életemet, hogy nekem nincs is időm, energiám azzal foglalkozni, hogy ó Istenem, amikor 14 évvel ezelőtt az ATV-hez mentem, vagy előtte az Inforádió, az milyen volt, az akkor megvolt, és napi szinten értékeltem, hogy mit csinálok. Most múlttal nem merengek. Itt most a stúdió, mit ülsz a közönség előtt, mi a verdikt, mit mondanál, mit javasolnál, mit csináljunk másképp? Ha van ilyesmi, bármifajta. Na semmit nem kell másképp csinálni. Jó. Merni kell, beszélni, kérdezni kell, felvállalni ügyeket, kérdéseket. Tehát olyan sokszor kérdezték tőlem kollégák egyébként, hogy jaj, de hát mi a titka? Minek? Hát, hogy a műsor, hogy ennyien ismerik, hogy nem tudom, tehát, illetve de tudom, kérdezek. És igazából mélységesen elszomorodok, hogyha belegondolok, hogy ez már ma Magyarországán egy ilyen furcsa állatfajnak tűnő egyén, és furcsa dolog, hogy ja, ő az, aki kérdez. Hát ez nem alap. Nem csak a műsorvezetőknek, hogy egyáltalán az életünkben. Tehát, hogy az a szó, az a kérdés, hogy miért? Hát ez hányszor kell, hogy elhagyja a szánkat egy élet során? Nagyon sokszor. De nincs ebben egyébként semmi csoda. Nem nagy szájú vagyok, nem nagy pofájú vagyok, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy most ezt szeretném megtudni és önöknek elmondani a kérdések révén, hogy ez mi, miért történt, ez az ember miért nyomta meg azt a gombot, amikor ezt a törvényt megszavazta. Szerintem tök egyszerű. Záró kérdés, sokan hiányolnak a képernyőről, amikor kiraktuk, hogy jössz, akkor is sokan kérdezték meg, hogy azt feltétlenül tegyük föl, hogy mikor leszel újra képen, és ha te szavaidból is úgy veszem észre, hogy te magad sem lezártként tekintesz a műsorvezetői karrieredre, hogy te folytatnád ezt. Persze. Mikor, hol, hogyan? Ötlet? Hát azért túl sok lehetőség. De akkor kezdjünk egy gyűjtést szervezni 10 órának, vagy mi lesz a megoldás? Mindenképpen. Tehát mindenképpen szeretném, hogy egy mozgalmat elindítanál. Igen. Festékben van egy kettő, azt fel tudom ajánlani. Már hogy látom a címeket a különböző nagyon értékes hírportálokon.
Dehogy is, tehát hogy most ez nem arról szól, hogy valami, tehát azért nem tudok lépni, vagy nem léptem eddig, mert hogy nem volt közösségi biztatás, vagy ilyesmi, csak hogy én nagyon ki akarom találni. Az biztos, hogy az online, az interneten való megjelenés az nem a jövő, az már inkább a közelmúltunk. Tehát az augusztus 1-i hírtévés pályafutásomnak a vége, mármint hogy az a pillanat, arra nagyon jó volt, hogy például este a férjemmel azzal beszélgettünk, hogy te figyelj, mikor néztünk utoljára tévében híradót? Hát évek óta nem. Tehát, hogy mi magunk műsorkészítőként is tartalmat nézünk. Én is online néztelek mindig. De híradós anyagokat, és mi is abszolút tartalmakat kerestünk le, és nem a háromfejű birka, négyfejű nagypapával megszületett, vagy levágták, vagy nem tudom, hanem ami érdekelt, azokat néztünk meg. Szóval, hogy az emberek, és nem csak mi, tehát nagyon sokan tartalmat néznek, tartalmat kell gyártani. Például ilyet, Partizánt. De akkor azt kimondhatod, hogy neked ma Magyarországon, kábeltévén nincsen helyed, és neked egyedül az online térbe lehet visszatérésed. Én ezt nem, ezt így nem mondtam, tehát ez ilyen formában nem igaz, de hogy online meg kell jelenni, mert hogy óriási igény van rá, az egész biztos. Tehát a magyar médiapiac szerinted kábel tévé mit annyiszor fog... reklámot csinálok már neked, partizánkodni kell, partizánkodni. Ezeket kivágjuk külön is, nem vagy egyébként, azt nyugodtan a kamerába ott nyugodtan. De nem, tehát hogy tényleg, tehát a magyar kábel tévés piacon szerinted van-e még olyan tévécsatorna, amelyik konkrétan felveteti azt az ötletet, hogy Kálmán Olga kellene nekünk? Nem így fogalmazik, hanem inkább úgy, hogy a magyar piacon van-e olyan csatorna, amely felveti az ötletet, hogy nekem hírháttérműsor kell. És nem... az a válasz, hogy? És nem még a kérdés folytatódik, és nem szorul le össze a gyomra, vagy nem lesz ilyen pici a gyomra attól, a gondolattól, hogy aha, és hogy mi van akkor, hogyha nem jön be a Fidesz, akkor az a bojkott. Mi van akkor, hogyha bojkott, akkor nincs reklámozó. Mi van akkor, hogyha bejön, akkor meg mit kell azért teljesíteni. Tehát, hogy ez nagyon nehéz egy ilyet felvállalni, én pontosan tudom, egy üzleti vállalkozásnak. Nagyon nehéz. Akkor politikai kockázattá váltál. Ez jó, a szlogennek nem rossz. Kálmán Olga politikai kockázat. Legyen ez a szlogen. Jó, és akkor szerintem sokan várunk vissza, akár online, akár a kábel tévéken keresztül, de reméljük, hogy látunk még majd téged. Ja. Kálmán Olgának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sziasztok.